Az Európai Csalás Elleni Hivatal adatai szerint Magyarországon az uniós támogatások 3%-át lopják el. Ezt természetesen vissza kell fizetni. Az első visszafizetendő támogatások között voltak például Orbán miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a közvilágítási projektjei. Viszont Inotai András közgazdász professzor szerint ott vannak az úgynevezett rejtett csalások és lopások is, amik szerinte nálunk az uniós támogatásoknak már a 30-40%-át érintik. Ha ez így van, akkor az Európai Unió miért ad akár egyetlen fillért is az Orbánhoz hújkörök gazdagodásához? Az Unióban megérlelődött az a felismerés, hogy sokkal szigorúbban kell vizsgálni a korrupció helyzetét Magyarországon, még az előtt, mielőtt a pénzek ide jönnének. Tehát olyan intézményi keretek kellenének, olyan biztosítékok kellenek, vagy kellenének, amelyek már a pénzek ideérkezése előtt jó részt megbízhatóan lényegesen csökkentik a korrupciót. Ön azt érti egyébként, hogy ezt a mechanizmust az egész folyamatnak a kezdetén miért nem találta ki az Európai Unió, nem csak Magyarországra érvényesítve, hanem az összes országra, amelyet így módon támogat? Én itt egy nagyon súlyos strukturális problémát érzékelek. Elvben mélységesen ellenzem azt, hogy magángazdaságban, magánzsebekbe ingyenes pénzeket adjanak. Ez akár nemzeti pénzeket jelenti, akár Európai Uniós pénzeket. A magángazdaság, a piacgazdaság, a versenygazdaság nem arról szól, hogy a vállalkozó ingyen pénzt kap valamire. A vállalkozó kockáztassa a saját pénzét, és ha a saját pénzét kockáztatja, akkor megérdemelten teszi zsebre a profitot. Ha az állampénzét, az adófizető pénzét pontosabban, valamennyiünk pénzét ingyen kapja, erre szoktam mondani, úgy én is szívesen vállalkoznék, hogyha a vállalkozásom felét vissza nem térítendő pénzből bonyolíthatnám. 2010 óta évente a GDP 3-3,5%-ának megfelelő vissza nem térítendő uniós támogatás érkezett Magyarországra. Ennek ellenére a termelékenység növekedése kiugróan gyenge nálunk, éves átlagban az 1%-ot sem érte el. Ennek mi az oka? Sok oka van. Az egyik az a gazdaságpolitika, amiről az előbb beszéltünk, amely a tulajdonbiztonságát, a jogbiztonságát, a kiszámíthatóságot, az adórendszer stabilitását nem tudja biztosítani, és amelyik ennyi puha pénzt tesz be a gazdaságba. Puha pénzen mit ért? Vissza nem térítendő pénzeket, vagy súlyosan kamattámogatott pénzeket a magángazdaságban, abból nem lesz. Ha a gazdaságpolitika jelentős mértékben visszaállamosításokat hajt végre a versenyszektor területén, itt mondhatom a Vodafont, mondhatom a MOL-t, mondhatom a Ferihegyi reptérnek, vagy Liszt-Ferenc repülőtérnek a visszavásárlási szándékát, tehát ahol a versenyszektorban semmi keresnivalója nincs az államnak. A potenciális növekedés ütem a magyar gazdaságnak az nem annyi, amennyiről most álmodozunk, hogy jövőre 4% lesz a növekedés, meg utána 4,5, meg aztán megint 4. Nincs 4% növekedési lehetőség. Ha a kormány a gazdasági növekedést akarja felpörgetni, miért nem olyan tevékenységet támogat, amelyek versenyképesek is a világpiacon? Ugye az előbb arról beszélt, hogy általában véve nem ez csatlakozik a kormány. Netán azért, mert a lopás van szem előtt tartva, nem pedig a versenyképesség? Itt vannak komoly tévedések. Ilyen komoly tévedésnek érzem az akkumulátorgyártást. Önmagában az nem baj, hogy akkumulátort gyártunk, de mint mindig az életben a mérték az nagyon fontos, hogy mennyit. Nos, lehet úgy akkumulátort gyártani, hogy a környezetet ne szennyezze. A probléma az, hogy itt nem így gyártják az akkumulátorokat, hanem a környezetet szennyezik, és behunja a magyar hatóság a szemét. Miért ezt választja a magyar állam, vagy a magyar kormány? Miért nem azt, ahol a környezet tudatosság van szem előtt tartva? Arra nem merek gondolni, hogy a beruházó azért jön ide, mert úgy gondolja, hogy itt ki tudja játszani a környezetvédelmi előírásokat. Annak idején bezzeg, amikor ön a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt, az aranytartalékot, jól mondom, ön miért tette pénzé, ön kiárusította az országot, egyszer s mindenkorra tegye már tisztába ezt, kérem szépen. Nem bonyolult.